Sziasztok! Az eddigiekkel ellentétben ma egy kevésbé pozitív dolog miatt indultam útnak, ugyanis egy környezetkárosító esemény nyomába eredek. Ez nem más, mint az Ajkai vörösiszap katasztrófa, ahol 2010. október 4-én a MAL ZRT 10-es zagytározója átszakadt, és közel 1 millió köbméter iszap öntött el három települést, Devecset, Kolontárt és Somlóvásárhelyet. A túra során a tornapatak mentén követem az egykori vörösiszap útját. Ezzel párhuzamosan egy biblikus tanösvényen is tiszteletem teszem, a 12 kilométeres Jézus tanösvényen, amely Jézus életének legfontosabb állomásait mutatja be. Tartsatok velem, sziasztok! 2010. október 4-én 12 óra 25 perckor átszakadt az Ajkai Timfölgyár 10-es számú vörösiszap tározójának északnyugati fala. Az erősen lúgos magas pH-jú maró anyag percek alatt elöntötte Kolontárt és Devecsert. Befolyt a házakba, magával sodorta az embereket, autókat és minden mozdítható tárgyat. A nehéz fémekkel teli sárfolyam tovább hömpölygött Somlóvásárhely, Somlójenő, Tüskevár, Apácatorna és Kisberzseny felé. 10 ember meghalt, 120 súlyosan megsérült. Órákon belül több száz embernek kellett elhagynia az otthonát, sokaknak végleg. Kipusztult a tornapatak teljes élővilága, elszennyeződött a Marcal folyó, nem sokkal később pedig a szennyeződés a Dunába is bekerült. Első halálos áldozatunk, ugye Pados Zsolt, egy 37 éves fiatalember, aki menteni indult a folyón túl lévő területre, mert egy barátja telefonált kétségbeesve, hogy derékig áll az iszapban, kezébe fogja három éves gyerekét, valaki segítsen neki, és ez a fiatalember elindult, és itt a hídnál sajnos nem láthatta az iszap alatt, hogy már nincsen híd. Thank you.
után iszap katasztrófa. Ezt a kis nem balesetet, ezt ugyanazokkal az időjárás és földrengés fegyverekkel, rezonancia fegyverekkel, elektromágneses rádióhullámokkal okozták. Ahogyan Paul Walkert is megölték, nem öngyilkos lett, meg nem baleset áldozata lett, meg nem gyorsan ment, tehát nem felelőtlenségből és felelőtlen közlekedés miatt halt meg, hanem valószínűsíthető vagy műholdról, vagy drónról kilőtték.